Kínzások, kivégzések, foglyulejtések és civil célpontok elleni támadások. Az ukrán elnöki hivatal szerint már csaknem 80 ezer potenciális háborús bűntényt dokumentáltak az orosz invázió kezdete óta. A Deutsche Welle olyanokkal forgatott, akik azt remélik, hogy egyszer bíróság elé is kerülnek majd az elkövetők. Civilek, újságírók és emberi jogi aktivisták vannak a hatóságok segítségére. Több ezeren várakoztak az evakuáló vonatra, amikor orosz rakéták csapottak be a kelet-ukrajnai Kramatorszk vasútállomáson. Mindenki azt kiabálta, hogy feküdjünk le. Hallottunk egy sivító hangot. Utána pedig egy nagy durranást. Az ukrán hatóságok szerint legalább 50-en meghaltak, köztük 5 gyermek is. A támadás egyike annak a számtalan feltételezett háborús bűncselekménynek, amelyet az orosz csapatok 2022. február 24-e óta követtek el. Natalia Gumenyuk ukrán újságíró. Konfliktus helyzetekre és emberi jogokra szakosodott. Minden bűncselekményt megfigyelünk. Kínzásokat, kivégzéseket, fogvatartást, emberek védőpajsként való felhasználását, az evakuálások megakadályozását, gyerekkereskedelmet, erőszakot és bűncselekményeket védett csoportok, így például orvosok és kórházak ellen. Natalia Gumenyuk társalapítója egy a háborús bűnöket dokumentáló civil szervezetnek. A csapat újságírókból, jogi szakértőkből és kutatókból áll, akik történeteket és tanúvallomásokat gyűjtenek. Céljuk filmekkel és cikkekkel küzdeni a feledés ellen, és mindeközben bizonyítékokat gyűjteni a jövőbeli bírósági eljárásokhoz. Az ukrán elnöki hivatal szerint eddig mintegy 80 ezer potenciális háborús bűntényt dokumentáltak már. Az áldozatok és a tanúk is megoszthatják bizonyítékaikat az ukrán hatóságokkal. A való életben lenne bíróság, lenne ítélet. A háború tragédiái mellett másfajta valós bűnöket is elkövetnek, és ezeket is felelősségre kell vonni. Alekszandra Matvijtsyuk 2022-ben Nobel békedíjat kapott a háborús bűnök dokumentálásáért. Szerinte az orosz atrocitások rendszer szintűek és államilag támogatottak. Az orosz csapatok számos háborús bűnt követtek el Csecsenföldön, Moldovában, Georgiában, Maliban, Szíriában és Líbiában, és soha nem büntették meg őket ezekért. Ez az orosz kultúra részévé vált. Azt hiszik, hogy bármit megtehetnek, amit csak akarnak. Meg kell törnünk a büntetlenségnek ezt a körét. Matvijtsyuk emellett egy speciális nemzetközi törvényszék felállítását követeli, hogy Putyint és rendszerét bíróság elé állíthassák. A felvetést többek között a német külügyminiszter is támogatta. Ez lenne az első nemzetközi agresszor elleni büntetőper a II. Világháború után lezajlott nürnbergi perek óta. A cél az orosz vezetés felelősségre vonása lenne, és ezáltal az orosz csapatok visszatartása attól, hogy újabb, a Kramatorszki esethez hasonló támadásokat kövessenek el.